Az elmúlt bő egy évtizedben rendre voltak nyíregyházi játékosok a korosztályos válogatottakban, és a szakmai stábban is képviselték szakemberek a megyeszékhelyt. Egy korosztályban az eddigi maximum 3 kosaras volt, 2013-ban Jakab Péter, Poyák László és Varga Márton is tagja volt a romániai B-csoportos Európa-bajnokságon bronzérmet szerző csapatnak. Ez a szám nyáron akár 4-re is nőhet, mivel az U18-as válogatott két ünnep közötti Székesfehérvári edzőtáborába 4 nyíregyházi fiatal, Fazekas Csaba, Sitku Márton, Mokánszki Máté és Farkas Dániel is meghívót kapott Ferenczi Tamás szövetségi edzőtől. Mind a négynek a hozzáállásával, munkamorájával maximálisan elégedettek voltunk. Mokánszki Máté kezdte betegen a edzőtábort, ő úgy érkezett meg, hogy előtte való este hőemelkedése volt, úgyhogy az első edzés kihagyta, de utána ő is szerdától teljes mértékben részt vett az edzéseken. Mind a négyen jól dolgoztak, amit tudni kell, hogy Fazekas Csabi azért a korosztályát tekintve országos szinten is kiemelkedik, tehát őneki nagyon fontos szerepe lesz majd a Európa-bajnokságon is. A másik 3 srác előtt is nyitva áll a válogatott kapuja. Fél év van még, mire kijelöljük majd a közvetlen 16-os keretet a felkészülésre. Mind a 3-an bízom benne, hogy rengeteget fognak fejlődni, és ezáltal fejtörést, illetve gondot okoznak a szakmai stábnak, hogy kiből válasszuk ki a 16 játékost, akivel elkezdjük a közvetlen felkészülést. A szakmai stáb tagja szintén nyíregyházi Farkasinszki Gábor is, aki a játékosok erőnlétéért felel. Most kezdjük el a fizikális fejlesztésüket. Pont ugye előző ünnep, tehát a december végi időszakban volt ugye Heraklészét, ahol leginkább a mostani felmérésekre helyeztük a hangsúlyt, hogy majd a nyári programot ehhez tudjuk megfelelően alakítani náluk is. Ilyenkor az év elején korábban már tudni lehetett, hogy ki kell lép pályára a csapat a nyári kontinens tornán, jelenleg azonban csak a helyszín biztos. Észtországba, Tallinnba fogunk majd menni. Az ellenfeleink még nem ismertek, ugyanis a nyáron a Törökország politikai helyzet miatt az A-divíziónak a megrendezését elhalasztották. Karácsony előtt lett vége, ugye karácsony előtt derült ki, hogy ki az, aki kiesett az A-divízióból. Most a napokban fogják tartani majd a sorsolást, úgyhogy lehet, hogy egy-két nap múlva már okosabbak leszünk, és tudni fogjuk a csoport ellenfeleinket is. Legközelebb a tavaszi szünetben találkozik a válogatott keret. A tervek szerint akkor Székesfehérváron 2 felkészülési mérkőzést is játszik a nemzeti együttes.